Sziasztok! Most éppen egy családhoz igyekszem, akik eléggé horrorisztikus körülmények között élnek. Ott laknak valahol arra van a falu. Most éppen oda igyekszem, ismerem a férjet, Ottót. Ennek a családnak ő a feje tulajdonképpen. Azt kell tudni erről a családról, hogy a gyerek, a kis Renáta, hát eléggé barbár körülmények között él. Kutyaolban alszik, kutyakaját eszik, néha csontokat. És Melanie az édesanyja, Ottónak a felesége. És hát Ottó és Melanie eléggé, hát nincsenek jó kapcsolatban, ami azt illeti. Ja, és van egy fogyatékos öccse ennek a Melaninak. Ottó és ez a fogyatékos öccs, hát az ő kapcsolatuk sem éppen felhőtlen. De hát, na mindegy, majd meglátjuk, gyertek. Itt végig megyünk a sineken, itt van a Sárhegy egyébként. Menjünk. Ott van a falu, ahova éppen tartok. Otto és Melanie valahol a falunak ezen a részén lakik. Kíváncsi leszek, hogy milyen fogadtatásban lesz részem. Hát igen, errefelé hegyek vannak, meg dombok. És itt a falu. Szép környék egyébként, csak sok a hülye. Na, megérkeztem, ez az a ház. Úgy látom, nyitva van az ajtó, de nem megyek be, amíg nem jönnek ki a házbeliek. Hát, majd csöngetek. Szia! Gondolom, ő a kutyájuk. Szia! Anyukád itthon van? Igen. Bemehetek hozzá? Jól van, köszi. Hát akkor bemegyek a házba. Jó napot kívánok, kezét csókolom. A helyi tévétől jöttem, meg volt beszélve, hogy interjút készítek önökkel. Ez a kedves férje volt? Igen, várjam egy pillanatot, megbeszélem Ottóval. Rendben, Ottó a férje. Hát ez nagyon súlyos lesz. Hát, na jó, én veszem a bátorságot és bemegyek. Gondolom ez a konyha. Minek kellett 11 operatőr? Nem kell nekünk operatőr, megbeszéltük. Dehogy nem, hát pénzt kapunk érte, hát ne csináld meg. Minden rohadt pénzért, nézéges kis szuka vagy, bazd meg. Nem de, kell, nem kell pénz. Kell nem. Pénz. Azt mondtam, hogy nem kell pénz. Úristen. Kész, de akkor én nem akarok benne lenni, menjél ki hozzá, bazd meg. Menjél ki hozzá, beszélgessél veled, de én nem akarok benne lenni a hülye mocskotokba. Nem érdekel az, ide jössz, azt lejáradsz minket, bazd meg! Bejön a hülye baszkalap gyerek! Minden pasival jobban vagy, bazd meg! Menjél ki hozzá, beszélgessél vele! Na! Magad után csukd be az ajtót! Ez a kedves férje volt, aki az imént itt kiakadt egy picit? Nem akartam zavarni. Neki abszolút ilyen az idegállapota, ő vele nem lehet semmiről se normálisan elbeszélgetni. De hogyha zavarok, akkor... A faszomba, ez kell nekünk, a hülyeség!
Attila, menjék ki hozzá! Senki nem lát szívesen. De találkozhatok vele egyébként? Vagy most nem alkalmas? Hát szerintem nem igazán lenne jó, hogyha most találkozna vele, mert lehet, hogy kikergetni innen. Értem. De szívesen találkoznék vele, tehát megnyugtatnám, hogy nincs semmi baj, egy helyi tévétől jöttem. Higgy el, hogy nem tudná megnyugtatni. Higgy el! Te akartad a gyereket, ne mondjad, hogy nem de te akartad! De van, mondd már! Azt, hogy te nem vagy igazi anya! Nem vagy igazi anya! Nem vagy! Te nem vagy igazi apa! Előtte csinálod ez a rohadt operatőr előtt, mert nincs vele! Ki akartad, hogy ide jöjjön? Tévé előtt az van, hogy csinálod? Elegem van mindenből! Mennyi értel te! Nem érdek ennek a gyerekekre! Soha is ennek a gyerekek! Mennyi ennyire vele vele! Hagyj enged vise! Hova? Engednek, hogy ne vázzon! Ne kamerázzon! Várjon már, Melanie, ne siessen annyira. De most figyeljen. Elegem van már minden. Elmegyek, eltöltözök, kész. De mi lesz a gyerekekkel? Nem érdekel, beszéljen a férjemmel, nem érdekel a gyerekek. Én nem merek vele beszélni, hát ne tépi a fejemet. Menjen és beszéljen vele, nem érdekel engem. Jó, hát, de nem tudom, most... Nem tudok mit csinálni! A férjem dühöl! Fejezd a bájszem, baszám! Takarodj el inkább vele! Takarodj el inkább vele! Takarodj! Otto kidobott a házból. Várjon! Melanie, várjon már! Mi lesz a gyerekekkel? Mondana valamit, de mi lesz a gyerekekkel? Hát de most csak így itt hagy csapot papot? Ezt nem teheti meg! Menjél ki hozzá! Jó napot, ön az Attila, ugye? Ön a Melaninak az öccse. Esetleg beszélhetnék Ottóval? Nem tudom, hogy lehetséges ez. Hát talán úgy, hogy bemegyek hozzá és beszélek vele. Na mindegy, majd beszélek. Először egy interjút hadd készítsek már önnel. Ön ugye a Melaninak az öccse, ezt már említettem. Önök tényleg kutyakenelbe tartják a gyerekeket? Igen. Tényleg ott tartják. És de hogy gondolták ezt? Tehát nem jött még ki senki, aki felügyelt volna a gyerekekre, vagy beszüntette volna ezt a tevét? Most már ki kell vinnem a kenelbe. Te mondjad. Jöhet! Jöjjön be. Jó napot, ön az Otto, ugye? Jó napot, Otto. Jöjjön be. Ben. Az előbb nagyon hangosan veszekedett itt a kedves párjával. Nem érez lelki furdalást? Először is ne haragudjon, hogy én magával annyira bunkó voltam. Nem volt szándékomban. Viszont teljesen kiakaszt. Rajtam kívül vagy három pasija van, a gyerekekkel nem foglalkozik, a ház tiszta, kész. Dolgozok, kőműves vagyok. Vagyis dolgoztam, mert kirúgtak. Van kettő gyerekünk. Rajtam kívül még kettő van neki egy másik alpári stricitől. Teljesen felfordult az életem, teljesen. A gyerekeket kint tartjuk a disznóban. Mert nem bírom elviselni azt, hogy folyton sírnak. Nem bírok tőlük aludni. Szar az életem. És szar az életünk is. Gondolkoztam, hogy felkötöm. Már maga a nőt. De én nem bírok nőt bántani. Hát akkor ennyi volt. Megcsináltuk a riportot. Voltak jelenetek, amiket ki kellett törölnöm, mert Otto nem egyezett bele. Szerintem nem is baj, hogy nem látják a kedves nézők. Borzalom, ami itt uralkodik, borzalom. Önök is hallották. Ennyi volt, köszönöm szépen, hogy megnézték ezt a riportot. Viszlát.